Egy tudományos igazság felismerése rendszerint a bizonyosság több fokán halad át, mondta Friedrich Ludwig Gottlob Frege, német matematikus, logikatudós filozófus, aki november 8-án született. Frege a jénai és a göttingeni egyetemen tanult, az előbbinek lett professzora. Kezdetben geometriával és komplex függvénytannal foglalkozott, majd fokozatosan a logika került érdeklődése középpontjába. A matematika filozófia is érdekelte. A természetes számok elméletét a matematikai logikára alapozta, és a matematika alapelveit is a logikából akarta származtatni. Ehhez kidolgozott egy saját szimbólumrendszert, amely azonban eléggé bonyolult lett. Meggyőződése volt, hogy az aritmetika a logika része. Élete vége felé egyre inkább azt gondolta, hogy a geometriára alapozva lehet igazán jól felépíteni a matematikát. Ezt az elképzelését viszont nem fejtette ki részletesen. Gottlob Frege nyelvfilozófiai kérdésekkel is foglalkozott. Bár életében kevésbé volt ismert és elismert, mégis azt mondhatjuk, hogy Arisztotelész után Frege volt a következő olyan tudós, akinek matematikai, logikai és filozófiai eredményei együtt tudták befolyásolni a matematika és a gondolkodásmód fejlődését.